Köszöntöm nézőinket! A Corvini Domini Értékmentők és Értékteremtők Egyesülete a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával sorozatot indított, melynek címe Értéktár lett. Nem véletlen, hisz egyesületi tagjainknak, vendégeinknek, nézőinknek szeretnénk sorozatunkkal értékeket átnyújtani. Reméljük, minél többen követnek majd bennünket. A sorozat epizódjai stúdióban, rendezvényeken készültek, bennük olyan közéleti és kulturális kérdésekkel foglalkozunk, melyek a közelmúltban hagyományainkra épülve gyarapították közösségünk értékeit, és ebből eredendően a társadalom nyilvánossága számára is fontosak. Az Egyesület székhelye a 16. kerületben van. A műsorok elkészítése és a televíziós sugárzás pedig a 6-os csatornán keresztül a belvárosban, második otthonunkban valósult meg. Így természetes, hogy elsősorban ezekre a területekre koncentrálunk. Tartsanak velünk, és fogadják szeretettel az értéktár adásait. Kedves nézőink, az értéktár adásában ma Hassai Zsófia, fővárosi képviselő, 6. kerület volt polgármestere, és Kovács Balázs Norbert elképzeléseiről nézhetnek meg egy beszélgetést. Kérem, tekintsék meg felvételünket. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Értéktár című műsorunkat látják. Pár héttel ezelőtt vendégül láttam itt a stúdióban a 16. kerület polgármesterét, Kovács Pétert, és az országgyűlési képviselőjüket, Szatmári Kristófot. Most folytatjuk ezt a sort a 6. kerülettel. Tisztelettel köszöntöm vendégeimet, kezdem a hölgyel, itt van Hassai Zsófia, Terézváros volt polgármestere, aki jelen pillanatban is a fővárosi közgyűlés tagja, és itt van velünk Kovács Balázs Norbert, aki szintén volt sok-sok éven keresztül a fővárosi közgyűlés tagja, de jelen pillanatban, mint országgyűlési képviselő jelölt ül itt velünk, hiszen a 6.-7. kerület egyéni országgyűlési képviselő jelöltséget elfogadta és elvállalta. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A mai beszélgetésünknek az a célja, hogy egy picit az elmúlt időszakot és a jövőképet próbáljuk meg elemezni, hiszen nagyon sok fejlesztés volt az elmúlt 10-15 esztendőben, ami azt lehet mondani, hogy arra az időszakra esett, amely Hassai Zsófia polgármestersége alatt volt. Én arra lennék kíváncsi, polgármester asszony, és most, vagy volt polgármester asszony, arra lennék kíváncsi, és egy picit most háttérbe szorítjuk az urat, hogy elemezzük azt az időszakot, hiszen akkor még Kovács Balázs nem volt itt a 6. kerületben, ahogy átvette ön ezt a kerületet, milyen pénzállománnyal, azóta milyen fejlesztések történtek, és hogy adta át. Ez egy pici kis összefoglalás legyen az értékteremtésről, ami az értéktár, ami a műsorunkhoz köthető. Így van, köszönöm szépen a lehetőséget. Éppen felidéztük itt a műsor előtt, hogy hát szerintem 20 éve már folyamatosan járok ebbe a stúdióba, és valóban nagyon sok értéket sikerült teremteni abban az időszakban, de a konkrét kérdés az arra vonatkozott, hogy milyen körülmények között vettük át 2010-ben a kerület vezetését. Hát nem olyan helyzetben volt a kerület, mint most, ezt alapvetően elmondhatjuk. Közel 2 milliárd forintos adósság volt, és olyan bírósági per lebegett éppen akkor első és másodfok között az önkormányzat feje fölött, hogy 700 millió forint sorsa dőlt el éppen, mikor még meg sem alakult a képviselőtestület, és az volt a legnagyobb félelmem, hogy ha elveszítjük azt a pert, már pedig nagyon úgy állt a dolog, akkor onnantól kezdve fizetés sem fogunk tudni adni, még a hivatal dolgozóinak sem. Tehát nem mindegy az, hogy 2019-ben, amikor a városrész vezetését átadtam, akkor több mint 14 milliárd forint többlettel vehette át az új vezetés a kerületet. Amiből azt gondolom, hogy csodákat lehet csinálni, valószínűleg egy kezemben nem tudom megszámolni azokat az önkormányzatokat, akkoriban 2019-ben, akiknek ilyen csodálatos lehetőség és széles pálya adódott arra, hogy minden elképzelésüket megvalósítsák. Mi volt az első megoldandó feladat, amit
célul tűzött ki, tehát nem csak az, hogy nincsen pénz, vagy hogy miből fogunk egyáltalán gazdálkodni, és hogy tudunk-e valamit egyáltalán teremteni majd, de mi volt az az egy, hogy azt mindenki féleképpen én tüzelvassal végigviszem. Hát Balázsról is nagyon régen ismerjük egymást, már több mint 20 éve, úgyhogy ugyanezeket az önkormányzati problémákat és lépcsőket végigélte, sőt, ő még régebb óta, mert én is régi motoros vagyok, 1998 óta, de ő aztán meg 1990 óta végignézte az önkormányzatiság kialakulását, és egyáltalán mindazokat. Elsősorban ott a legelején a privatizációs kérdéseket, az önkormányzatoknak, hogy lesz egyáltalán vagyon ahhoz, hogy a hozzárendelt feladatokat ellássák. Nekem mindig a legfontosabb célom az ember volt ebben a rendszerben, és mindig azt mondtam, hogy pénzügyi problémák ide vagy oda, gazdasági háttér ide vagy oda. Szerintem akkor végez jó munkát az, aki önkormányzati képviselő vagy polgármester lesz, hogyha úgy próbálja tenni a dolgát, hogy azt minden egyes ember számít, vagy teljesen mindegy, hogy melyik társadalmi rétegből, a gyerektől egészen az időskorúig, érezze a saját bőrén, hogy jó neki az az önkormányzati vezetés, és tesznek érte valamit. Ezért, hogyha értékteremtésről beszélünk, természetesen sokat beszélhetünk a fejlesztésekről, és hiszen rengeteg minden történt, főleg azután, hogy konszolidálódott az önkormányzat költségvetése, és eljutottunk 9 év után, hogy nem voltak korlátok, tehát nem kellett azt mondani semmire, hogy erre nincs lehetőségünk és nincs anyagi forrásunk, megteremtettünk mindent, és arra nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy, és ez is egy ilyen fontos lelki szempont, hogy amit az ember megígér, azt be is tudja tartani. A politikusnak mindig a következetesség és a szava hihetőség szerintem a legfontosabb ismérve. És emellett persze a fejlesztések is értékek, és az a kiterjedt szociális háló, amit létre tudtunk hozni Terézvárosban, arra szintén nagyon büszke vagyok, csak egy kis apróság, hogy minden választási kampánykor elmondják azt, hogy na ez most azért van, mert választási kampány van, és akkor a politikusok most rezsicsökkentést, nem tudom én mit találnak ki. Na de ez olyan szinten volt igazságtalan itt Terézvárosban, hiszen hosszú évek óta működött nálunk a rezsicsökkentés. 6000 forintot kaphatnak most is a téli időszakban fűtéstámogatásként, lakásfelújítási támogatásunk is van. És csak hogy egy picit így a fővárosra is rátérjek, én az egyik fővárosi közgyűlési ülésen, nem egyen, hanem szinte valamennyin, mindig számon kérem a 20.000 forintos rezsitámogatás elmaradását Karácsony Gergelyen. Mert hogy nem kellett volna megígérni. Ő is ott ült a korábbi közülésbe, tehát tudta azt, hogy mit mond, ismerte a számokat és a lehetőségeket, akkor nem kell politikusként ilyet mondani, hanem akkor szerényebben kell fogalmazni a véleményem szerint. Tehát akkor az egyik legnagyobb vívmánynak azt tartja, hogy amit ígértek, azt meg is azt tudták tartani. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Egy kicsit szeretném, hogyha belepillantanának egy olyan család életébe, Kovács Balázs Orbelt által, ahol 3 fiú gyermek volt, és ahol mind a 3 politikusok lettek, és hogyha az előbb Hasai Zsófia azt mondta, hogy ismeri nagyon régen már Balázst, akkor az nem véletlen, hiszen a testvérével, Cetner Kovács Krisztiánnal együtt voltak alpolgármesterek 4 éven keresztül. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a család minden férfi tagja a politikában akcióban vesz részt. Miért? Kezdjük azzal, hogy a déd nagyapámnak a családfakutatás volt a hobbija. És ebből adódóan a több száz évre a család története az nálunk a mindennapok, hétköznapoknak a része volt, és mondjuk úgy a 89 előtt nálunk 2 történelem tudás volt. Volt a családi történelem, meg volt, amit hivatalosan az iskolában tanítottak, és hát számunkra ugye a közelebb álló az a családi történelem volt,
Hát ebből fakad az például, hogy az egyik szépapánk a 6. kerületnek volt az első előjárója, akkor még a 6., 7. kerület egybe volt, tehát a mostani választókörzetnek a határa itt felügyelte, akkor több mint 22 évig volt ő az első előjáró itt a 6. kerületben, és valahogy ez a génekbe öröklődik ezek szerint. A két bátyámmal együtt három különböző kerületben voltunk alpolgármesterek, tehát ez azért egy kuriózum az újkori politika történetében is. De a mi családunk az mindig is a 6. kerülethez kötődött, tehát több mint 200 éve él itt a család, illetve a nyarak pedig Mátyásföldhöz, a 16. kerülethez kötöttek. Hát ez mondjuk úgy történetileg így alakult, vagy akár a gének. Van egy húgom is, tehát ő hála jó Istennek távol maradt a politik közélettől, ő a három gyermekes családanyaként a nemzet fennmaradásán munkálkodik. De lényeg az, hogy nálunk a családban mindig volt gyerek, tehát több generáció együtt élt, és azt tudom mondani, hogy egy olyan 150 éves történelmet átfogott mindig is a családi emlékezet. Azt említette, hogy nagyon régóta kötődnek Terézvároshoz, és hogy alpolgármester is volt, tehát van közigazgatási gyakorlata, de van egy teljesen másfajta gyakorlata is Kovács Balázs Norbertnek, hiszen éveken keresztül a kéményseprő vállalatnak volt a vezérigazgatója. Ez egy teljesen másfajta rálátás Budapestre, én szerintem, hiszen más aspektusból sikerült megismerni a fővárost, annak a gazdaságát, illetve a lakosoknak az életét. Ezt a tapasztalatot hogyan lehet majd hasznosítani, és mik a legfontosabb dolgok, amit ott megtanult? Én 21 évig voltam egyéni körzetben megválasztott önkormányzati képviselő. Tehát ez abból a szempontból fontos, hogy engem mindig újra választottak, ez egészen 2019-ig. Mindig az ott élő embereket képviseltem. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos tapasztalat, hogy lehet úgy képviselőként tevékenykedni, és ebből a szempontból én a régi iskola híve vagyok, tehát én azt komolyan veszem, hogy az engem megválasztott embereknek az érdekeit kell képviselnem ott, ahova küldtek engem a szavazatukkal. A cégvezetés annyiba volt más, hogy ott azért egy professzionális működési metódust kellett elsajátítani. Ugye én erre is készültem, tehát nekem a politika, a rendszerváltás környékén ezt segítjük kicsit átváltoztatni a rendszert, aztán mindenki megy a saját civil szakmáját csinálni. Ez az átmeneti időszak kicsit elhúzódott az én életembe is. Én közgazdasági szakközépiskolába jártam, és pénzügyes végzettségem van, tehát én erre készültem a cégvezetői pályára. Ugye az egy fontos, hogy a kéményseprés az egy életvédelmi közszolgáltatás. Azért ebben a 9 évben, amíg volt szerencsém vezetni a fővárosi kéményseprő céget, akkor közel 100 000 családot védtünk meg a közvetlen életveszélytől, tehát itt nem lehetett hibázni ebbe az időszakban. A politika az kicsit másabb tempót igényel, a cégvezetés az sokkal pontosabb, precízebb munkavégzést kíván. Én azt gondolom, hogy ez a javamra szolgált, tehát én folyamatosan tanultam képviselőként, alpolgármesterként, cégvezetőként is tanultam. Nem gondolom azt, hogy nálam lenne a bölcsek köve, tehát nem vagyok rest kérdezni, hogyha valamit nem értek, mert a tudás az szerintem fontosabb, mint az, hogy az ember magáról mutasson egy olyan képet, ami nem feltétlenül valós. Amikor elvállalta, hogy egyéni képviselő jelöltként megméretteti magát itt a 6. 7. kerületben, akkor azt gondolom tisztában volt vele, hogy ez nem lesz egy könnyű játszma, hiszen lehet azt mondani, hogy bármennyire sikerült az elmúlt
időszakban, mondjuk például Hasay Zsófia polgármesterségi alatt fantasztikus dolgokat véghez vinni, mégis a másik oldal vitte el akkor a győzelmet, és átvették a város vezetését. Nem tudom, hogy mennyit beszélgettek egymással, hogyha sikerülne most jelen pillanatban országgyűlési mandátumot szerezni egyéni körzetben, akkor hogyan tudnának együtt dolgozni? Tehát mi a közös terv? Zsófiával tényleg egy 20 éves közös munkálkodás van, kiki a saját területén végezte ezt a feladatot, amit a Jóisten meg a választók adtak nekünk. Én azt látom, hogy kimaradt látható az elmúlt 8 évben egy szint a két kerület érdekében történő cselekvésből, ez az országgyűlési képviselői szint. Azt lehet mondani, hogy a Zsófia polgármestersége alatt azért látványosan fejlődött a 6. kerület, ez kicsit megtorpant az elmúlt években, de azt látjuk, hogy az összes olyan kezdeményezés, ami mondjuk országgyűlési képviseletet igényelt, az kimaradt az elmúlt 8 évben a kerület érdekében. Történik most is számos kormányzati fejlesztés, beszéljünk csak a nyugati pályaudvar mögötti zónáról, ahol a főváros egyik legnagyobb új zöld területe fog létrejönni. Itt a kerületi önkormányzat éppen opponensi szerepet tölt be, és nem egyeztetés, hanem tiltakozás zajlik ez ellen a beruházással szemben. Ugye egy országgyűlési képviselőnek az lenne a dolga, hogy a végrehajtó hatalom, a kormányzat és a kerületi önkormányzat között valamilyen közvetítő szerepet töltsön be. Hát én azt tudom mondani, hogy a mostani képviselő ezt a szerepet nem tudta ellátni. Tehát én mindig is konszenzusra törekvő ember voltam. Azt is el kell mondani, hogy az elmúlt másfél évben a mostani fővárosi vezetés mellett vezettem én a főkétűzt, tehát a Karácsony Gergely főpolgármester úrral én másfél évig dolgoztam együtt, ő volt a közvetlen főnököm. Tehát azt tudom mondani, hogy az a kétség, hogy itt mondjuk nem egy színű lesz a önkormányzati vezetés, meg a adott esetben a országgyűlési képviselő, hogyha engem bíznak meg az itt élők a képviselettel. Erre azt tudom mondani, hogy én pártállástól függetlenül az általam vagy az engem megválasztó szavazók érdekeit tudtam a 21 éven keresztül képviselni, és cégvezetőként is együtt tudtam dolgozni a fővárosi polgárok érdekébe a mostani fővárosi vezetéssel, tehát ebbe szerintem nem lesz fennakadás, és azt látom, hogy ebbe volt itt némi döccenő, tehát az elmúlt 8 évben, hogy hiányzott ez a kapocs. Ha már a hiányzó kapocsról beszélünk, akkor milyen volt polgármesterségi alatt az országgyűlési képviselővel, Olá Lajossal, aki azért most már azt hiszem, hogy a 3. ciklusát kezdené meg, ha megkezdené a kapcsolat, és egyáltalán volt-e kapcsolat, volt-e egyeztetés? Becsületére legyen szólva, 2014-ben indult először Olá Lajos a Terézváros Erzsébetváros közös képviselőjelöltjeként, és akkor egy bemutatkozó látogatásra eljött. Én utána soha többet nem találkoztam vele. Tehát, de illetve egyetlen egy testületi ülésre, most tehát a valóságot akarom mondani, rémlik, hogy pár percre, mint hogyha ott lett volna, de egyébként nem volt semmilyen nexus. Én azt gondolom, hogy, és abban teljesen egyetértve Balázzsal, hogy van annyira, vagy kell annyira erősnek lenni egy politikusban annak, hogy félretegyen bizonyos dolgokat, és megpróbáljon konszenzust, meg békét teremteni akár a terézvárosiak, akár az erzsébetvárosiak érdekében, és igazából itt hát 4 évenként a választáson akkor mindig látjuk a sok plakátot, de én ténylegesen, tevőlegesen nem láttam azt az aktivitást az ő munkájában az elmúlt időszakban, ami szerintem elvárható lett volna. Az, hogy nem volt az kerületvezetése és az országgyűlési képviselők között az elmúlt időszakban itt Terézvárosban kapcsolat, ezek szerint tudjuk. Mi az, amit látott ön, ami a
Zolák képviselő úr javára írható? Volt-e olyan, amit látott, hogy segített megvalósítani a kerületnek attól függetlenül, hogy nem volt önök között, tehát a hivatal és az országgyűlési képviselők között kapcsolat. És ezt azért is kérdezem, mert az előbb Kovács Balázs említette, hogy attól, hogy más színű az önkormányzat, attól egy képviselő az emberek érdekeit kell, hogy képvisel, és meg kell találni azt a fajta konszenzust, amire ő szeretne törekedni, hogy az itteni emberek érdekeit tudja képviselni. Ugye jelen pillanatban a DK-nak a soraiba tartozik, és hogyha az utcákat járjuk, akkor azt látom, hogy most már vannak olyan plakátok, és elég sok, ahol egyébként Soproni Tamással, tehát Terézváros jelenlegi polgármesterével együtt szerepel, úgyhogy nem tudom másnak betudni ezt a dolgot, mint amire már az előbb is válaszoltam, hogy itt nagyon szigorú pártpolitikai vonalak vannak, amik meghatározzák az ő tevékenységét. De csak, hogy még fokozzam egy picit ezt a dolgot, lehet, hogy mazohizmusból, de belenéztem Terézvárosi képviselőtestületi ülésbe, hogy éppen a költségvetés elfogadásáról volt szó a legutóbbi alkalommal, és hogy a politika, meg a konszenzus keresés, meg a Terézvárosiak érdeke, meg hogy mi is egy polgármester feladata, ez ilyen nagyon-nagyon érdekes. Mindenkinek ajánlom egyébként, hogy nézzem bele egy ilyen képviselőtestületi ülésbe, amikor a Szivárvány koalíció egyik tagja mondja a másiknak, hogy talán nem kellene ezt a média hadsereget ilyen túlárazottan és ennyi emberrel működtetni, akkor én mégiscsak visszatérek arra, hogy a terézvárosiaknak nem ez az érdeke. Se az, hogy ilyen mély és széles árkokat ássanak, az meg pláne nem, mert egy polgármesternek szerintem képesnek kell lenni arra, hogy vezessen egy ülést, képesnek kell lenni arra, amire Balázs is hivatkozott, hogy egyszerűen muszáj bizonyos dolgokon túllépni, és összefogni, és egy irányba haladni, és ezt nemhogy két különböző oldal között, de a hat, vagy most már nem tudom hány színből álló szivárványkoalícióban sem látszik, és ez nagyon nagy baj, mert hogyha belül probléma van, akkor nem tudunk azzal foglalkozni, amiért ott ülünk. Voltak olyan félbehagyott, vagy nem befejezett beruházások, amiket elkezdtek. Ezeknek mi lett a sorsa? Mi van a Hunyadi térrel? Mi van a rozsdaövezettel? Mi van az óvodákkal? Hiszen rengeteg fejlesztés volt. Én azért azt szeretném, hogyha végig futnánk évszámokra lebontva, hogy mi az, amit befejeztek, mi az, ami esetleg félbe maradt, tervezés, illetve kivitelezési járni, hiszen nem két vagy három év alatt kerül minden projekt megvalósításra. Hát akkor két részre bontanám a dolgot, akkor legyen szó egyrészt az önkormányzati, másrészt meg az állami beruházásokról, meg hogy az állam egyáltalán, meg hogy mennyire fontos, hogy a kormány az milyen segítséget nyújtott egyébként ebben az időszakban. Ahogy az elején említettem, 2 milliárdos hátránnyal, mínuszból indultunk, és nagyon nehezen lehetett ebből a pozícióból végig gondolni, hogy mi az, amire képesek leszünk, de egy nagyon feszített, puritán gazdálkodással sikerült eljutni odáig, meg persze állami segítséggel is, mert ne felejtsük el, hogy ugye a 2010 és 14 közötti időszakban volt az az állami segítség, pénzügyi konszolidáció az önkormányzatoknak, amikor is nem csak a főváros, hanem valamennyi önkormányzat komoly segítséget kapott az államtól, magyarul leírták az adósságukat, vagy az adósságuk nagy részét. Volt ilyenre példa már előtt a magyar történelemben? Szerintem nem. Én mindig arra emlékszem, hogy Demszki Gábor főpolgármestersége idején, ugye 90-től 2010-ig, abban a 20 évben, mindegyes alkalommal véremenő csaták voltak, hogy egyáltalán a fővárosi forrás megosztásból az egyes kerületek azok, hogy tudnak jobban kijönni. Akinek jobb volt ott a kapcsolata, az többet tudott kiharcolni a kerületnek. Nyilván a másik oldalon az mindig egy ilyen sújtott övezet volt, és aztán erre jött az is, hogy nem csak az állami segítség, hanem ugye akkoriban született meg az a törvény,
ami végre világos szabályokat teremtett a tekintetben, hogy a bevételeket azt milyen arányban kell elosztani a főváros, illetve az egyes önkormányzatok között. Tehát innentől kezdve nem arcra ment az osztozkodás, hanem mindenki tisztában volt ezzel, és kiszámíthatóvá vált az éves iparűzési adóbevétel. Tehát ez egy jó pont volt. Az állami konszolidáció nagyon fontos volt abban, hogy később ez egy valóban sikeres két ciklus legyen az önkormányzatok számára. És ez minden önkormányzatra vonatkozik, tehát itt nem fideszes, meg nem fideszes önkormányzatokról beszélünk. És hát még a legelső ilyen, szerintem ezen kívül a legnagyobb támogatás az talán a Zeneakadémiának a felújítása, mert lehet ezt is úgy nézni, hogy állami vagy önkormányzati, lehet, hogy az emberek nem tudják, hogy ki csinálta, de pont itt van arról szó, hogy milyen fontos az, hogy meglegyen a beszélő viszony, az átjárás, meg az emberek érdekében az az összefogás, amiből valami fejlesztés meg tud valósulni, és előbbre tudunk lépni. Tehát a Zeneakadémia az is akkoriban már bizony 10 milliárd fölötti beruházás volt. Ugye a Zeneakadémia előtti tér is rendbe került, és onnantól kezdve ott is kulturális programokat tartottunk később. Ezek nagyon népszerűek voltak, de aztán eljuthatunk egészen mostanáig, hiszen a napokban kerül átadásra az Operaház épülete, ami megint egy fantasztikus szerintem, hogyha valaki oda bejut, majd a felújít. Előtte is az volt, na de aztán az, hogy egy ilyen értéket ilyen állapotba rendbehozni, az szerintem egy fantasztikus dolog lesz. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy közben megy a Nyugati pályaudvarnak a felújítása, amiről Balázs beszélt, ez a volt kormányzati negyed területének a rendbehozatala, ugye ez is egy aktuális kérdés, de a Nyugati az meg már, hát most már bőfél éve talán, vagy hogy fel van állványozva, és ott is folyik a felújítás. De az már szomorúsággal tölt el, ami a körút másik oldalán van a Nyugati téren. Balázsral is sokat beszélgetünk ott az emberekkel, hiszen aláírásokat gyűjtünk, standolunk, ez kiváló alkalmat teremt arra, hogy az emberek is elmondják a problémáikat, és ott egészen áldatlan viszonyok vannak. Tehát aki ott keresztül megy a téren, az konkrétan majd, hogy nem elájul. Ugye ezt a teret is több száz millió forintért újítottuk fel annak idején, sőt, még a főváros is ebbe besegített a zöldítés részébe, tragikus állapotban van. Tehát ott van egy lift torzó, az állványok bedöntve, nem beszélve a Jókai utcáról, ahol lezárva a, ugye a mélygarázsnak a két oldala tele szeméthalmokkal, tehát ott az alatt a két perces séta alatt, és ez pont Terézváros kapuja, szerintem csak szörnyűködni lehet. De hogy milyen sok más fejlesztés volt, hát valóban nem volt szerintem olyan óvoda, amelyhez hozzá ne nyúltunk volna. Ott van nekem az egyik, de nem akarok kedvencet mondani, de valóban az, hogy a Terézváros épített öröksége milyen, meg kell nézni a játékvár óvodának a homlokzatát, vagy el kell menni, akár hogyha játszótér felújításra gondolok, a Kőboldi Zsár tervezte, Benczúr utcai játszótérre, ami szerintem egy gyöngyszem, vagy egy, nem is tudom, tehát a gyerekeknek is egy álom szerintem a folyátékok között játszani, de hát a Hunyadi teret is említette szerkesztőasszony. Hát az egy nagyon hosszú folyamat volt, ott eleve pontosan az óriási pénzügyi része miatt négy ütembe terveztük. Ugye elsőként a teret tudtuk közösségi térré varázsolni, ami egy rettenetesen fontos dolog volt. Tehát ma is mindenki ezt használja kulturális programokkal. Ott a Tök Fesztivál, ami a saját kitalációm és szívem ügye volt, és szerintem nagyon-nagyon szeretik. Ebbe egyébként azt kell mondanom, hogy ne csak még negatív legyek, hogy hál' Istennek ezeket nem mondták azt, hogy nem csinálják tovább, hanem az önkormányzat mai vezetése is úgy gondolja meg, azt látom, nyilván itt az elmúlt időszakban a Covid az nem segítette elő a kulturális programokat és az ilyen típusú rendezvényeket, de hogy nem mondták azt, hogy ne legyen Tök Fesztivál és ne legyen jégpálya. Meg hát azt se felejtsük el, hogy az anyagi források megvannak. Tehát a tér az
terasz felújításra került, és igenis, hogy a zöld szempontokat maximálisan figyelembe véve, egyébként már akkor is, amikor ez még nem csak ilyen hangzatos szózatok szintjén hangzott el, valóban szerintem még télen is gyönyörű a fű, és aztán sorra mentünk a termelői piac, és aztán a homlokzat felújítás, és közben a csarnok belső területén is ugye a tető, illetve hát még lakók laktak a négyfejépület némelyikében, tehát a kiköltöztetés, és meg kellett oldani, szóval sok minden volt, és a csarnok belső felújítására is már kész tervek voltak, meg hát ott volt a pénz, és ehhez képest értelmetlenül telt el, azt kell, hogy mondjam, az elmúlt 2,5 év, mint hogyha így megállt volna az idő, mert hogy nem következett a további lépés. Hát enyhe számítások szerint is most arra már át lehetett volna adni a téri csarnokot. Ezt kell, hogy mondjam, sajnos. Valamilyen befolyása, hogyha országgyűlési képviselőként elkezd dolgozni arra, hogy ezek a kezdeményezések, vagy ezek a fejlesztések, bár ezek tényleg a kerületnek a fejlesztései, és a Hunyadi tér is, ha jól emlékszem, saját forrásból, tehát az nem állami pénzből, hanem saját forrásból, saját pályázatokból valósult meg, hogy egy kicsit presszionálni a kerületnek a vezetését, hogy ezek ne álljanak el, hiszen maga az, hogy Covid-járvány volt, mondjuk a kultúrát, az tényleg egy kicsit keresztbe vágta a közösségi összejöveteleknek, nem adott úgy teret és lehetőséget, de pont az építkezés volt az, ami mindenhol az ég adta világon beindult. A Hunyadi téri csarnok az szívemhez közel áll. Hát a belsejében megállt az idő, tehát ugyanazt látom, mint gyerekként láttam a Hunyadi téri csarnok belsejében. Annyi különbsége, hogy most egyre több üzlet zár be. Tehát az látszódik, hogyha így folytatódik tovább, akkor nem lesz a csarnokba, nem fog folyni tevékenység, mert ott fogják hagyni a kereskedők ezt a csarnokon. És hát remélem, hogy nem ez a szándék van mögötte ennek a teszetosszaságnak, hogy nem folytatódik a csarnoknak a felújítása. A kérdésre válaszolva én azt tudom mondani, hogy jó példával kell előre járni. Tehát azért a önkormányzat életében a országgyűlési képviselő nem főnöke a polgármesternek, tehát a jó példával tud előjárni, és kicsit tudja noszogatni a polgármestert a jó irányba. Ugye azért is érthetetlen ez, mert a forrás, ahogy Zsófia elmondta, rendelkezésre áll, tehát többször fel lehetne újítani abból a pénzből, amit itt hagytak a mostani kerületvezetésnek a csarnokon. Amit én mindenféleképpen szeretnék képviselőként kezdeményezni, az egy társasház felújítási alap, tehát hogy egy állami társasház felújítási pályázat jöjjön létre. Én azt gondolom, hogy az nem tartható, hogy egy világörökségi védőzóna, egy műemlék környezet és a főváros egyik legszebb kerülete az olyan állapotban van, hogy bármikor háborús filmet lehet forgatni a közterületein, és láthatóan az itt lakók nem tudják megoldani ezeket a felújításokat, tehát mindenféleképpen szeretnék egy állami társaság felújítási pályázatot kezdeményezni, és én azt gondolom, hogy szépülnek itt a magánépületek, úgy lehetőség szerint majd az önkormányzat is rájön arra, hogy a saját épületeit is fel kéne újítani. És a pályázat mellett, ami nekem egy régi vesz mániám, hogy egy állami társasházkezelő cég kialakítását is szeretném kezdeményezni, ami biztonságot adna az itt lakóknak, illetve az ilyen pályázati pénzeknél nem is a forrást, hanem magát a felújítást kapnák meg a lakók, és akkor az egyéb gondok, mint a műszaki átvétel, meg a pénz elköltésével kapcsolatos problémák, meg kivitelező választás, ezt magára vállalna az állami társasház kezelő cég, tehát vannak nekem ilyen elképzeléseim. Én azt gondolom, hogy ez az a jó példa, amivel ösztönözni lehet egy városvezetést, hogy az állam mellett ők is költsenek az itt élő és az itt lévő értékeknek a felújítására, védelmére.
A hatodik kerület értékeiről beszélgettünk most itt az Értéktár című műsorban. Mi az, ami megvan, mi az, amit meg kell óvni, és mi az, amit új értékként meg lehetne teremteni. Ebben volt jó partnerünk jelen pillanatban Hasai Zsófia, a Terézváros volt polgármester, aki a fővárosi közgyűlésnek jelenleg is a tagja, és a leendő országgyűlési képviselő, jelen pillanatban jelölt Kovács Balázs Norbert, aki elmondta, hogy mi az, amit szeretne hatodik kerületben, de két hét múlva az értéktárban én visszahívnám önt, méghozzá Vad Tamány Zsolt úrral, aki a hetedik kerületnek a volt polgármestere, és arra vagyok kíváncsi, hogy ugyanilyen beszélgetés mentén mi volt a hetedik kerületben, hol tart most a hetedik kerület, és mik az elképzelései országgyűlési képviselőként, mit szeretne ott megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Az Értéktárprogram a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával valósult meg.